lapos tetős szerkezetek karbantartásáról lesz szó. Tehát ha van egy lapos tetős felületünk, amin nem csak a szigetelés van, hanem a falon lévő villámvédelem, a különféle antennák, a különféle kémények, tehát lezen mondjuk ez egy kémény, tetőkibúvó, különféle hácsok lépcsők, amik felvezetnek valahonnan, vagy vezetnek valahova, különféle burkolatok, netán a tető egyik részén valamiféle zöld felület, egy pihenőkert, vagy különféle oszlopok, amik mondjuk napi tartanak. Tehát sokféle dolog lehet, amiket időnként karbantartani ellenőrizni kell. És itt alapvetően három dolog szokott lenni. Az egyik verzió, hogy, hogy soha nem nézik meg, ebből rengeteg kár, beázás keletkezik, tehát ezt semmiképp ne várjuk meg. A másik verzió, amikor azt mondják, hogy amikor baj van, akkor kell beavatkozni, tehát valamiféle károsodás történt mondjuk a kémény sarkánál, jönnek ellenőrzik, javítják, korrigálják, de addigra is már egy nagy felület károsodhatott, tehát egy költségesebb javításról lesz, vagy lehet szó. És a harmadik a legoptimálisabb megoldás, amikor valamiféle tervezet szerint valamiféle rendszerességgel ellenőrzik ezt a tetőt, attól függően, hogy ez milyen bonyolultságú, mennyi elemet tartalmaz, és hát milyen nagy száma van a tönkre, menő, tönkre menni tudó dolgoknak, amik rajta vannak. Tehát itt nem csak a villámvédelemre gondolok, hanem tényleg, a has, tényleg a használati tárgyakra is. És ugye függ ez az egész attól, hogy hány ember, mennyi, mennyi ember használja, milyen rendszerességgel, mert attól függően kell egy olyan tervezetet létrehozni, ez a hármas pont, hogy milyen gyakran, milyen gyakorisággal, milyen sűrűséggel és mit kell ellenőrizni, akár ehhez egy checklistát létrehozva, hogy mit ellenőrzni az a karbantartó személyzet vagy ember, aki egy ilyen tetővel foglalkozik. Tehát, hogy figyeljük arra, hogy ebből a háromból mit választunk, és ne az elsőt választjuk, amikor soha nem történik ellenőrzés, vagy csak akkor, hogyha probléma van, hanem valamiféle rendszerességgel, valamiféle tervezett rendszerességgel ellenőrizik a lapos tetőinket, illetve hát a tetőinket úgy általában. Tehát legyen meg erre az ember, legyen meg erre, ha ez egy társaság, a közös képviseletnek egy olyan bevett szakember gárdája, aki ezeket valamiféle rendszerességgel ellenőrzik.